Hogyan szakadt három részre az ország? Ferdinánd és a János közötti belső harc teljesen eredménytelen volt, és teljesen értelmetlen. A két uralkodó folyamatos tárgyalásokat folytatott ugyan a békéről, de a megegyezésig csak 1538-ban jutottak el, amikor is Váradon békét kötöttek, és ebben azt fogalmazták meg, hogy egyrészt kölcsönösen elismerték egymás királyságát, másrészt a további sorsát az országnak úgy rendezik, hogy János király halála után Ferdinánd fogja örökölni az egész országot. Ez azt is jelentette, hogy János esetleges utódai nem lesznek királyok Magyarországon, hercegi címet kapnak és hozzá birtokokat. Váron ez még nem fenyegette egyébként az országot ez a probléma, mert nem volt utód Jánosnak. Viszont 1540-ben, amikor már János király nagybeteg volt, halál előtt pár hónappal megszületett a fia János Zsigmond. És János király gyakorlatilag felrúgja a békét, híveit megesketi, Fráter Györgyöt és Török Bálintot, hogy a kisgyermeket, a kis csecsemőt támogatják a királyi cím elérésében. És gyakorlatilag ezek után nem sokára meg is halt. Na most Fráter György, aki az egész ügyet irányította tulajdonképpen, és egyfajta gyámja volt a gyermeknek, tudta, hogy egyedül nem tudja keresztül vinni ennek a békének a felrúgását, ezért a szultánhoz fordult segítségért. A szultán természetesen látta annak a veszélyét, hogy az nem lehetséges, hogy Ferdinánd kezébe kerüljön az egész ország, tehát igenis segítséggel jön Magyarországra, 1541-ben mégpedig egy igen nagy haddal érkezik Magyarországra. Itt a Ferdinánd hadait megverte, majd bevonul Budára, és elfoglalja a várost, tulajdonképpen ki se vonul többet. Azaz gyakorlatilag a szultán, ha bár elismeri János Zsigmond királyságát, támogatja azt, hogy Kelet-Magyarországon és Erdélyben továbbra is egy önálló, valamennyire önálló magyar uralkodó legyen az úr. Most már megtartja az ország középső részeit, a bizonytalan főurakba és a kisgyermek királyba nem bízhat, nem bízhatja tulajdonképpen a későbbi hadjáratainak a sikerét, nem bízhatja ezt a hátországot, hogy Kelet-Magyarország és Erdély lett. Éppen ezért a középső részek és Buda, tehát innentől kezdve nagyon hosszú időre török kézre kerülnek, és mondhatjuk azt, hogy az ország ezzel 1541-től három részre szakadt.